Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, jöjjön egy kis nosztalgia egy kis visszalátogatás Code 4-hez. Mégpedig azért, mert ugye lezajlott ez a Black Ops 3 beta és, és valahol így feltört bennem, hogy ú, ez, tök jól éreztem magam, kb. úgy éreztem magam, mint amikor így Code 4-eztem. Nem, tehát nem teljesen úgy, ez a félértés, ne esik, ez hogy Code 4 az Code 4, de Uh, valahogy így, így eszembe jutott a COD 4 a Black Ops 3-ról, és így visszamentem játszani, hogy, hogy gyakorlatilag így, így megnézzem, hogy mi az, mi az a hasonlóság, ami oda vezetett ahhoz, hogy eszembe jutott a COD 4, és hogy, hogy bekapcsolja, hiszen azért már régóta nem játszottam az a játékkal, és nem is nagyon éreztem a késztetést, hogy játszok COD 4 el és és, uh, és, most, hogy így lezajlott a Black Ops 3 beta, így, így hát, menjünk vissza, nézzük meg, vagy mi a fene, mert, Um, valahogy így furcsa volt, és akkor felötlött bennem a kérdés, hogy, hogy mi az, amitől egy Call of Duty sikeres volt, vagy mi az, amitől a COD 4, MV2, uh, mit tudom én, World at War, Code 2, talán ezeket mondhatjuk a legsikeresebb kodoknak, uh, mi az, amitől sikeresek voltak, és uh, miért lettek olyan sikeresek, és főleg azért akarok egy kicsit jobban kitérni COD 4-re, mert annó, Mielőtt megjelent volna a Kod 4, a Kolov és a Medal of Honor nagy csatát folytattak azért, hogy ki nyerje el a, a játékosbázist és ugye a Kod 4 megjelenésével párhuzamosan jelent meg a nek a hatodik része is, de a Kod 4 valamilyen oknál fogva hatalmas előnyt szerzett meg a Medal of Honor airborne Airbornal szembe, pedig az Airborn maga is egy hihetetlenül jó játék lett. Na, de mégis a kodné győzött, és így felötlött belem, hogy mi az Istentől volt az, hogy, hogy sikeres volt az a kod, mi, miért, volt az, miért van az, hogy egyre-egyre hanyatlik, jobban hanyatlik a, a Call of Duty-nak a világa, mert, mert itt ez a Black Ops 3, és leszámítva az általános hibáit, egy fun gameplay volt érdekes módon, és, és lehet még, hogy lesz belőle valami, természetesen kivárjuk azt, hogy, hogyan javítják ki ezeket a hibákat, illetve hogy mennyire fognak hallgatni a játékos közösségre. Na most, uh, számomra talán az egyik legfontosabb dolog, és, és azt hiszem, hogy itt, itt, uh, itt külön fognak válni a vélemények, vagy nem tudom, egy, talán egy személyes véleményt fogok mondani, nem tudom, de szeretném, hogyha ti is leírnátok, hogy mit gondoltok arról, hogy mitől. Voltak sikeresebbek a rége, régebbi kodok, mint a mostaniak, főleg azért, mert így több generáció nézi a videóimat és akkor legalább több generációnak a véleményet fogom megtudni, és ha valami jót írtok, akkor az kitárgyalhatjuk egy másik uh, kód videóban. Na, uh, szóval ti fogjátok adni az alapot a Kod azt hiszem most már. Uh, szóval mitől volt sikeres az egyik, uh, mitől volt sikeres a, például a Kod 4 mondjuk a többi kódhoz képes, vagy az MV2 a többi kódhoz képes, és számomra talán a legfontosabb és a legmeggyőzőbb választ az annó, amikor ezek a játékok megjelentek, vagyis hát Ugye akkoriban már nagyon ki akart szakadni a világ, egyrészt a, modell, a, a második világháborús környezetből. Szóval ez Kod 4 megtörtént, ez volt az első boost, ami ami hihetetlenül sikeressé tette ezt a sorozatot, de a másik, és, és talán, talán a legfontosabb dolog, hogy a COD 4 és az MV2 és még valahol az MV3 is megmaradtak a realitás talaján. Hogy ez alatt mit értek a realitás talaja? Az, hogy nem kreáltak egy oly hatalmas fiktív történetet, amit nem lehetett már elhinni. Kod 4-ben, aki emlékszik, tehát végigjárhattuk Pripátot, ugye, ahol a Csernobili atomerőmű felrobbant, és, és, végigjárhattad a várost, a mellette lévő várost, mert a készítők elmentek, és lefényképezték, és megcsinálták. A közel-keleti városokat végigjárhattad, és minden mellett egy akkori technikával, vagy még talán mai technika részével is használatos militári technológiát, láthattál a játékban, valódi fegyvereket, egy, gondolok itt egy M4-re, egy AK-ra, olyan fegyvereket, amik te a köztudatban akkor jelen voltak, mert azóta tömé valószínű, hogy exoruhától kezdve minden, sem van már egy hadseregben, de, de ugye akkoriban a köztudatban lévő fegyvereket használhatta, az M4, AK, OK, Mini AK, OK, ugye, Scorpio, különböző fegyverek, Desert és mind-mind olyan fegyverekkel volt tele, és egy olyan világgal és hangulattal volt tele a Call of Duty 4, hogy, hogy nem tudtál nagyon elszakadni a, a realitásra, hogy ez egy oly hatalmas, fiktív történet, ezért így az egész játék maga így beszippantott. Beszippantott a világa, és, és az, hogy valami uh, valóságosabbnak vagy a részese ezzel, és szinte érezted, hogy hogy akár miért is ne? Miért is ne történhetne meg ez az egész, és az egész Modern Warfare széria legalábbis az első másik részénél valahol ezt a, ezt a kis apró nyomást érezted. jó, az MV2 single player -e már egy kicsit így elvont volt, meg az MV3 -e végképp ebből a szempontból, de még mindig érezted a, a, ugye azt a, azt a jelen korszak köztudatban lévő militari technológiát, fegyvereket, hogy ott voltak, és nem tűnt távolinak ez, ez, az egész, mint például egy Code Ghost, vagy, vagy, vagy egy Black Ops, vagy, vagy egy Black Ops 2, vagy Black Ops 3, vagy, vagy hogy milyen, milyen Singapore-től, vagy, vagy az Advanced Warfare, ami, ami habár egy jó élvezetes Call of Duty volt single player terén, de, de a sztori maga annyira gyenge volt, hogy hiába Kevin Spacey vagy ide vagy oda, mert imádom Kevin Spacey-t, de nem tudott annyit hozni a játékon az ő neve, hogy, hogy, ez egy jó single player legyen, vagy a Cold Ghost, ami szintén egy jó játék volt, de gyenge, gyenge sztori vezetés, nagyon elvont, fiktív, ö, történet, és, és, semmi köze nincsen már a valóság, és számomra ettől volt nagyon sikeres, és ettől szerettem nagyon az MV sorozatot például, mert, mert valahol köze volt a valósághoz, és ez, és ez nagyon uh, megtetszett, mert ez nagyon beszippantott, és megfogott a játékban, és akkor jött a multiplayer, ahol, ahol így be, csöppenhettél ebbe a világba, és napról napra újra játszhattad ezt a világot, és újra élhetted, és, és valahol uh, azokon a helyeken járhattál, amiket eddig mondjuk a hírekben láthattál, és vagy, vagy azt a fegyvert próbáltad ki, amit eddig láttál a tévében, és jól nézett ki, szeretted volna, és jött a multiplayer és mindenbe. Így belecsöppentél, és azonnal így elvarázsolt. Pedig, amikor kijött a kod 4 is, és rengeteg hiba volt benne, akkor is, ugye a részét kiavították, de még azóta is vannak hibák benne, ugye többek között, ugye néha nem regisztrálja a lövést, és a többi, de tele van még mindig bábokkal a 4, de ám mégis, mikor visszamegyek, a multiplayer, ez mégis elégedettebb vagyok, mint hogyha mondjuk Modern Warfare-rel, ghost Black Ops 2-vel játszanék multiplayer-t, mégis valamilyen jobb. A játék egyrészt folyamatosabb, hihetetlenül jó mozgáskultúra, hihetetlenül jól megcsinált fegyverpárhajcok, szerverek vannak, ugye? Egyrészt az is, az is nagyon számít, és mind, mind, a mellett a játékmenet maga az leegyszerűsített stílusával sokkal egy könnyedebb és jobb mozgáskultúrát biztosít, jobb fegyverharcokat biztosít, és általánosban véve nincs annyi hibája, mint az elmúlt kodoknak volt az elmúlt egy-két évben. Szóval valahol itt, itt vagyunk, hogy azt hiszem, hogy tehát, hogy ezért is uh, volt sikeresebb a Cod4 és MV2, vagy MV3, ezért tudtak jobban kiemelkedni. Egyrészt a valóságosság szaguk miatt, és most nem arra gondolok, hogy a multiplayer milyen valósághű, hanem ugye arra, hogy, hogy, a, a, hogy a fejünkben lévő technológiával játszhatsz a játékban, legalábbis számomra. Egyrészt ez, tehát nem rugaszkodtunk el nagyon a valóságtól. A játékmenet, a multiplayer folyamatossága, a készriknek az egyszerűsége, ami volt például a 4-ben, és, és egyszerűen úgy általánosan az egész játék valahogy jobban feküdt. Főleg azért számomra, mert ugye volt ez a valóságszagon. Na most <coughs> játszottam ugye a Black Ops 3-mal, és, és jó volt, és, és élveztem, és kicsit féltem megint csak, tehát úgy, úgy szeretném a mostni kadat, hogy így, így menjen, és legyen jó. Kicsit féltem, hogy megint nagyon el fogunk rugaszkodni a valóságtól, és azért kellemes meglepetést ért, hogy a játék nem zajlik 600 szintű vertikalitáson, hanem lehozták egy kicsit megint a földre, csak egy max. ugrabugrálás van, és kicsit jól érintett az is, hogy a fegyverek maguk nem néznek ilyen hiper super ö, ö, jövőbelinek, ha bár lehet, hogy már fele az létezik és így néz ki, de akkor is legalább nem, nem túl elrugoskodottak a valósághoz. Már csak ugye a történetet kell kivárni, hogy vajon milyen lesz a single player, de úgy gondolom, hogy, hogy számomra egy játékban ahhoz, hogy a multiplayer-t igazán élvezem, annak a single playernek ott igazán nagy szerepet kell vállalnia, mert, mert a single player az, ami engem motivál arra, hogy, hogy játszak a multiplayerrel, mert hiába megyek be a multiplayerbe, hogyha, Hogyha nem tudom a hátterét a pályának, vagy a történetet, vagy a karaktertörténetet, akkor így az egész üressé válik, az egész multiplayer üressé válik, és nem kentség, hogy ti erről, hogy gondolkodtak, hogy mi. Mi az, amit több számotokra a multiplayer így, így, megtelik, és így élvezitek játszani. Számomra a single player egy fontos része annak, hogy, hogy a multiplayert t megtöltse tartalommal, mert ha nem, akkor a multiplayer számomra csak egy ilyen puff 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 puf, lelőttük egymást, én vagyok az első, te vagy az első, mindenki első, és ez, ebből lesz, a, ebből lesz az egész. És, és számomra, hogyha, hogyha nem Töltöm meg egy háttértörténettel, azt a multiplayer csak egy üres lövölde lesz. És, és sokan kérdezitek, hogy a Counter-Strike-ot miért nem, nem szeretem, azért mert számomra csak egy üres lövölde. csak egy sokadik multiplayer, ha bár egy fantasztikus játéknak tartja mindenki, és egy nagyon jó, kompetitív shooter le a kalappal, de nincs háttértörténet, és számomra miért csak egy egyszerű, letisztult shooteré válik, és számomra az nem móka, hogyha nem tudom meg. Tölteni a történettel valahogy, tehát vannak, teröristák, vannak, nem terülések, az lelőjük egymást, a Tehát Bármelyik multiplayer, más, bármelyik más multiplayer játékban is megkapom ezt. Természetesen kivéve a magas fogú kompetitivitást, amit a Counter-Strike nyújtani tud. Na most, és ezért is volt az, hogy a kodot jobban megszereztem, mert, mert, mert ugye a single player-ben adódóan egy háttértörténetet tudtam biztosítani a multiplayer ami sokkal jobb élvezettel és sokkal jobban így megtöltötte számomra azt a játékot, hogy tudjam élvezni. Ennyi lett volna röviden, tudnék még pofázni, vagy négy órát arról, hogy miért jobb az egyik oda a másiknál, de rövidre fogom és szeretném tudni a ti véleményetetek is. Számotokra mitől válik jóvá az a shooter? Mi az a, mik azok a szempontok, amelyeket néztek annál a shooternél, hogy, hogy élvezzétek? Mi az, ami megtölti uh, vibrálással levegőt, amikor játsztak? Köszönöm a figyelmet, sziasztok!